Zenekar játszik az AMK Alapfokú Művészeti Iskolája tanévzáróján. A hagyományokhoz híven a bizonyítványosztás előtt idén is koncerttel kezdődött az ünnepség. Az elhangzott darabok ízelítőt adtak a művészeti iskola egész éves sokszínű munkájából. Nagyon sikeres tanévet zárhattunk ebben a tanévben is, ugyanúgy, mint a megelőző években. Elmondhatom, hogy nagyon sok zenei találkozón, illetve megyei versenyeken vettünk részt a sikeres és tehetséges növendékeinkkel. Ők főleg B-tagozaton tanulnak, és nagyon szép eredményeket mutattak fel. Koncertekben is bővelkedett ez a tanév. Igen, mint minden évben igyekszünk számos koncertet szervezni, tanszaki hangversenyeket, növendék hangversenyeket, karácsonyi hangversenyt, és még sorolhatnám, hogy ki mindenkinek, óvodások számára kis hangszerbemutatót szervezünk, és minden korosztály számára megtaláljuk azt a megfelelő koncertanyagot, amivel tudjuk az ő zenei ízlésüket formálni, és hát kedveskedni nekik természetesen. Egy évben egyszer a tanárok is összeállunk, hagyományszerűen február végén tanári koncertet szervezünk, hogy a szülők és a gyerekek és az érdeklődők is lássák, hogy itt milyen fajta tevékenység és művészeti munka folyik. Ezzel a művészeti munkával a zeneiskolába járó növendékek szülei is elégedettek. Én azt gondolom, hogy nagyon magas szinten tanítják a gyerekeket. Nyilván mindenkinek a saját korosztálya szerint, tehát a piciket a kellő játékossággal még. Későbbiekben, hát ugye fiamon most már tapasztalom, hogy nagyon komoly műveket is komoly színvonalon tudnak megtanítani nekik, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon színvonalas itt az iskolában a tanítás. Miért döntött még annak idején úgy, hogy mindkét gyermekét beiratja a művészeti iskolába? Hát ez egy érdekes döntés volt, mert az egyik ő szeretett volna mindenképpen zongorázni, ő volt a kisebbik, a fiam, és amikor ő elkezdett zongorázni, akkor a lányomnak is nagyon megtetszett, és úgy döntött, hogy mégiscsak fog járni zongora órára. Úgyhogy így kerültek mind a ketten ide az iskolába, és hát a fiam mai napig zongorázik, ő már továbbképzős, a lányom már befejezte, mert már ő érettségizett. Thank you.
7 éve zongorázom, másodikos koromtól kezdve. Milyen megmérettetésen vagy most túl? Most alapvizsgáztam nemrég, ebben az évben. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy azok alapvizsgáznak, akik túl vannak az alaptanulmányokon, úgymond, azaz, hát zongorában ez 6 évet jelent. És hová léphetsz így, mennyivel lesz így másabb a következő időszak? Így továbbképzőbe léphetek, tehát magasabb szinten tanulhatok már zongorát. Azok a tanulók, akik sikeres alapvizsgát tettek, violinkulcsos kitűzőt vehettek át a tanévzárón, a tehetséges diákok pedig oklevelet, könyvjutalmat kaptak. A hagyományokhoz híven idén is átadták a kiszenész különdíjat, amelyben minden évben az egyes tanszakok legkiválóbb növendékei részesülnek. Nagyon fontos a zenei tanulás, mert az ember ezzel csak több lesz. Tehát, hogyha hall egy zenét, legyen az komoly zene, vagy akár könnyű zene is, ha valamennyire ért hozzá, és tudja, hogy milyen elemekből áll össze egy ilyen zenei mű, akkor jobban tudja élvezni. És egyébként tehát a zene önmagában szép, ez egy művészet. A zenei nevelés tehát fontos a gyermekek életében. Ezt vallják a művészeti iskola oktatói is, akik a következő tanévben is tovább folytatják a színvonalas oktató-nevelő munkájukat. Következő tanévünk sem lesz kevésbé sűrű, mint ez az év, hiszen országos versenyekre készülünk. Ez számunkra nagyon nagy feladat, hiszen 2007-ben elnyertük a kiváló minősítést, tehát kiválóra minősült művészeti iskolánk, és ezt természetesen szeretnénk megtartani. Ehhez az egyik út az, hogy megyei, illetve országos versenyeken indítsuk a tehetséges növendékeket, és ott sikerrel eredményeket tudjunk elérni. De azoknak, akik szeretnék a zeneiskola növendékeit ismét színpadon látni, nem kell a következő tanévig várniuk, ugyanis az AMK művészeti iskolája a Városnapon is fellép majd. Egy hét múlva június 30-án a Fúvós zenekar és az Ütő együttes játszik az AMK jubileumi ünnepségén.